szemmel vejsz nap. Július 1-én született az anyák megmentője. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén elismeréseket adtak át a Markusovszky kórházban. István Lajos körút, a neves orvos professzorról nevezték el a korábbi Horváth Boldizsár körút vérellátó előtti szakaszát. Bartók előtt és után, ez az idei Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál mottója. Július 10-től egy héten át ismét a komoly zene fővárosává válik Szombathely. Ez a Szombathely Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezen a napon született Semmelweis Ignác az anyák megmentője. Ebből az alkalomból az idén is emlékünnepséget szerveztek a Markusovszky kórházban, és elismeréseket vehettek át azok a kiváló orvosok, szakdolgozók és dolgozók, akik hosszú évek óta fáradhatatlanul tevékenykednek az egészségügy szolgálatában. Felismerik, hogy a gyermekrák lázat az orvosok okozzák azáltal, hogy a boncolás után kézfertőtlenítés nélkül a szülészeti osztályon vizsgálják a várandós anyákat. Kecskés László főorvos ünnepi köszöntőjében Semmelweis Ignác munkásságát méltatta. Az anyák megmentőjeként elhíresült orvos születésének 197. évfordulóján azokat díjazták, akik több éve, évtizede példaértékű munkát végeznek az intézményben. Idén az év orvosa a kórház patológiai osztályának vezetője Tóth Csaba lett. 30. éve taposom a kórház küszöbét, úgyhogy én azt gondolom, amit kellett, megtettem, és nem biztos, hogy ezt nekem kellett volna megkapni, hisz a kórházban számos kollégám van, aki ugyanezt a munkát becsülettel, tisztességgel, csendben végzi, és minden esetre nagyon boldog vagyok, hogy ezt a megtisztelő kitüntetést megkaptam. A kórház közel 2000 dolgozója közül mindig nehéz évről évre kiválasztani azokat, akik elnyerik a kitüntetéseket, mondta az intézmény főigazgatója. Kiválók közül a legjobb az, aki egy kicsit előbbre van, aki kicsit példát mutat a többieknek, és ezek az ünnepségek arra jók, hogy egy picit ilyen példaképek legyenek állítva azok elé, akik majd jövőben el fogják nyerni remélhetőleg ezeket a címeket. A szakemberek szerint a város társadalmának egészsége függ az egészségügyi ellátás minőségétől. A kórház is megbecsüli a saját dolgozóit, és természetesen a társadalom is. A városnak azért jó, mert a kórház, az egészségügy szolgálja a város lakóit. Az ünnepségen elhangzott, az egészségügyi ellátás elképzelhetetlen lenne a kiváló orvosok és szakdolgozók nélkül. Köszönet jár mindazoknak, akik nap mint nap az emberek egészségéért robotolnak. István Lajosról nevezték el a korábbi Horváth Boldizsár körút vérellátó előtti szakaszát. Szombathely ezzel az új utcanévvel tiszteleg a neves orvos professzor és közéleti személyiség meghatározó munkássága előtt. Vagy épp a vízi városban, a Riván, hol lángot apróz mat opáltükör. Mereng a messze múltba vissza Riván, melynek emléke édesen gyötör. Babics Mihály Esti kérdés című versének soraival kezdődött az István Lajosról elnevezett körút avatása. Az új utcanév tiszteleg a neves orvos és a város szellemi életének meghatározó alakja előtt. István Lajos egész életében szolgálta az embereket, szolgálta azzal, hogy orvosként dolgozott, és szolgálta azzal, hogy közéleti emberként dolgozott. Számunkra szombathelyiek számára fogalmat jelent, és ezt a fogalmat most már az István Lajos körút elnevezés is őrzi. Az utcaválasztás szintén szimbolikus. Az 1968-ban elkészült vérellátó falára került fel az utcanév tábla. Itt van mögöttünk a vérellátó épülete, ami egy emblematikus, nagyon, annak idején nagyon modern kórházi ellátóhely volt, amit István Lajos alapított a Szombathely árvíz kapcsán megsemmisülő korábbi vérellátás helyett, és kialakított egy olyan várat, egy olyan műhelyt, ami országos hírű volt. A 8 éve elhunyt nagy hírű orvos a közéleti tevékenysége kapcsán is elismert szakember és elkötelezett lokálpatrióta emlékét a 2008-ban felavatott szobra után az élete főművének tartott épület előtti körút is őrzi.
Bartók előtt és után ez az idei Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál mottója. Július 10-től immár 31. alkalommal ad otthont Szombathely a rangos zenei eseménynek. Számos koncert, kiállítás, népzenei és jazzest, valamint mesterkurzusok is szerepelnek a programban. A nyitó hangversenyt Kocsis Zoltán vezényli. Bartók Béla a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete korszakalkotó jelentőségű, az egyetemes kultúra része. Életműve köré épül az immár 31 esztendős múltra visszatekintő fesztivál, mely a nagy közönség és a zenetársadalom felé is közvetíti Bartók szellemiségét, és egyben az új zene fóruma. Nagyon fontos ennek a fesztiválnak a szerepe, fontos mind itthon, mind külföldön, hogy ezt minél jobban meg tudjuk mutatni, hogy mit is jelent Bartók művészete, illetve azok számára, akik érdeklődnek, hogy hogy lehet ezt a legautentikusabban, leghitelesebben tolmácsolni, azoknak ezt el is tudjuk mondani. Július 10-től egy héten át ismét a komoly zene fővárosává válik Szombathely, amire büszkék vagyunk, mondta el a program ismertető sajtótájékoztatón Puskás Tivadar polgármester. Szombathely zenei élete rendkívül gazdag, és az, hogy nyáron ilyenkor gyakorlatilag a zene fővárosa vagyunk, ez olyan rendezvényekkel fémjelzett, mint például a Bartók Fesztivál. Az idei fesztivál azokra a zeneszerzőkre irányítja a figyelmet, akik inspirálták a fiatal Bartókot, és akikre Bartók gyakorolt nagy hatást. Itt többek között Debussy, Ravel, Britten és Sostakovics művek is felcsendülnek, olyan világhírű muzsikusok előadásában, mint Rivka Golani Brácsa művész. A szemináriumra 20 országból 60 hallgató érkezik. Zongora, zeneszerzés, fagott, brácsa és karmesteri mesterkurzust is tartanak. Egy zenekarnál van mondjuk jó esetben 80 muzsikus, a 80 muzsikussal tökéletesen együtt kell lélegezni, együtt kell elkapniuk. Ezeket a dolgokat viszont csak ilyen tapasztalatok útján tudják megtanulni. Tehát ilyen szempontból az, hogy zenekarról dolgozhatnak, szerintem ez egy egyedülálló esély számukra. Nem is véletlen, hogy visszatérő vendégeink is vannak. Először hallhatja a közönség Sári László Vörös Sándor verse alapján íródott Remek hang a futkosásban című opera paródiájának újrendezését. Lesz Kotta kiállítás, népzenei est Szokolai Dongó Balázzsal, a Szent Efrém férfikar pedig Bartók mind a 6 férfikarra írt művét előadja. Még 2 hétig átvehetők a földhasználati szerződések. Átadták a Szent Gellért díjakat. Erzsébet tábor a Magyar Forma 1-es nagydíj szabad edzésén. Rövid hírekkel folytatjuk. ...650 kiskert tulajdonossal kötött rekreációs célú földhasználati szerződést február 1-én az önkormányzat. Azok, akik még nem vették át a szerződéseiket, július 15-éig megtehetik a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktató-nevelő intézmények tanévvégi találkozóján átadták az idei Szent Gellért díjakat. Ezüst fokozatban Pulai Mária, aranyfokozatban Kisnél Lakner Katalin részesült. Az elismerést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet tábort hirdet 10 fős csoportok részére. Az egynapos kiránduláson a Magyar Forma 1-es nagy díj szabad edzését nézhetik meg a résztvevők július 24-én. A pályázatot alap- és középfokú oktatási intézmények, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelő-szülői hálózatok nyújthatnak be. A kiírással kapcsolatos információk megtalálhatók a www.erzsébetprogram.hu oldalon. Pályázni július 10-éig lehet. A Kőszegi Várszínház nyári programsorozatában mutatják be július 9-én a Falu Rossza című zenés táncos szerelmes történetet. A darabot Znamenák István rendezi. A Tóth Ede által megírt és 1875-ben bemutatott nagy sikerű a Falu Rossza című darabot július 9-én mutatják be a Kőszegi Várszínházban. A falu bírójának, Feledi Gáspárnak 2 gyermeke és egy nevelt lánya van, miattuk főhet a feje az aggódó apának. Van egy apa, aki úgy érzi, hogy a
a lánya is, meg a nevelt lánya is valami súlyos bonyodalomba keveredett a falu rossza miatt, a Göndör Sándor miatt, aki egy ilyen állandóan berzenkedő, balhézó, bulizó, éjszaka jeleneteket rendező ember a kocsmában meg az utcán. Feledi Gáspár fia Lajos a nevelt lányt Bátki Tercsit készül eljegyezni. A lány korábban a falu rossza Göndör Sándor parasztlegény szerelme volt, aki a szakításban nem tud belenyugodni, és ebből lesz a baj. Ezt a Sándort ezt szerintem szerettem, de mégis az van, hogy én a Feledi Lajoshoz megyek hozzá feleségül, és neki szülök gyereket ebbe, ezért van ez a nagy csetepoté, és tulajdonképpen arra jutottam, hogy szerettem én őt, csak jött egy jobb. A történet egy kis közösség forrongó hétköznapjait mutatja be. A mondani való pedig örökérvényű. Ez a darab ráadásul arról is szól, hogy az ítélkezés az nem is mindig pontos. Legyen az egy közösség ítélete, akkor se biztos, hogy az jogos és pontos. És ez nagyon kegyetlen tud lenni, még egy ilyen pici közösség is, mint egy falu, sőt azt hiszem, hogy még durvábban tud működni, mint mondjuk egy város. A Kőszegi Várszínház repertoárja attól is izgalmas, hogy olyan darabok kerülnek elő, amiket máshol ritkán játszanak, és mivel a társulat tagja is minden évben mások, az éppen játszó színészek számára is öröm egy-egy találkozás. Én mindig drukkolok, hogy vajon kellek-e Kőszegen, és megmondom őszintén, hogy nagyon féltékeny vagyok, mikor nem. Tehát eljövök azért megnézni, tavaly is voltam, de nagyon féltékeny voltam, pláne amikor elmesélték, hogy ez micsoda klassz nyár volt tavaly, és akkor nem értettem, hogy itt se voltam, miért volt az a klassz. A falu rossza című darab végén persze mindenki megtalálja az igaz szerelmet. A komédiát a Kőszegi Várszínház színpadán összesen 7 alkalommal láthatja a közönség. Szombathelyen rendezi idei háromnapos vándorgyűlését a Magyar Hidrológiai Társaság. A szakmai rendezvény a legkülönfélébb nézőpontokból járja körül a vízzel kapcsolatos témaköröket. Ezek a felvételek idén májusban készültek a Rába áradásakor Körmennél, akkor másodfokú készültség volt érvényben. A folyó minden évben kijönt, akár több alkalommal is, lakott területeket veszélyeztet és szántóföldeket áraszt el. Többek között az ár- és belvízvédekezésről is tanácskoznak a szakemberek a Magyar Hidrológiai Társaság idei vándorgyűlésén, amelynek ezúttal Szombathely ad otthont. Immár 33. alkalommal minden év júliusában rendezünk egy ilyen kötetlen, de ugyanakkor szakmai fórumot. Most itt Szombathelyen több mint 350 résztvevőt várunk, és 10 szekcióban 160 előadás hangzik majd el a vízzel kapcsolatos legfontosabb időszerű magyarországi gondokról, nemzetközi tendenciákról. Többek között a vízgazdálkodás általános kérdéseiről, az öntözési problémákról, a fürdőügyekről és a vizes élőhelyekkel kapcsolatos feladatokról is szó lesz a konferencián. A résztvevőket Puskás Tivadar polgármester köszöntötte. Szombathely mindig örül annak, hogyha bármelyik szakma kongresszusa itt zajlik Szombathelyen. Megmutathatjuk magunkat, megmutathatjuk azt, hogy Szombathely gyönyörű szép város. Városnézés, a környékbeli neves vízügyi létesítmények megtekintése és elismerések átadása is szerepel még a háromnapos konferencia programjában. Tizenkettedik alkalommal rendezik meg Szombathelyen a Királykupa felkészülési labdarúgó tornát. A szombaton megrendezésre kerülő erőfelmérőn ezúttal a Haladás, a Diósgyőr, a Vasas és a Sopron csapata lép majd pályára. Nívós mezőnyt sikerült a rendezőknek összehozniuk a 12. Királykupa küzdelmeire. A felkészülési tornán 3 élvonalbeli, valamint 1 másodosztályú csapat szerepel majd. A szombathelyi Svitelszki Haladás gárdája címvédőként lép pályára. A Diósgyőr, én gondolom, nem kell bemutatni az első osztály egyik legjobb csapata. Ugye a Vasas az most került fel a másodosztályból, én azt gondolom ott is komoly célokat tűztek ki annak érdekében, hogy bent maradjanak az első osztályba, tehát én azt gondolom, ők is nagyon jó csapattal fognak érkezni.
A Sopron pedig itt a második fél évben nagyon jól szerepelt az NB2-es bajnokságba. A bajnoki rajtra hangoló Haladás csapata eddig két idegenbeli felkészülési mérkőzést játszott, így a szombathelyi szurkolók első alkalommal láthatják majd kedvenceiket hazai környezetben. A keretben Király Gábor és Bosnyák Predrag személyében már két új szerzemény van, de több labdarúgó is próbajátékon szerepel a zöld-fehéreknél. Most úgy gondolom, hogy ez most számunkra is nagyon hasznos lesz, és segíti majd a felkészülésünk. Főleg azért, mert hogy hazai környezetben tudjuk megmutatni esetleg a kiszemelt új játékosokat, akiket ugye tesztelünk, és ők is fognak szerepelni majd a Királykupán. A Királykupa július 4-én szombaton 14 órakor a Vasas Sopron mérkőzéssel kezdődik, majd délután 15:30 a Haladás DVTK derbivel folytatódik. A két vesztes 17:30 a bronzéremért, míg a két győztes 19 órakor az aranyéremért csaphat össze. A belépőjegyek 1000 forintba kerülnek, de a nyugdíjasok és a 14 év alatti gyerekek ingyen mehetnek be a mérkőzésekre. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.